senki, én úgy, mi a King vagyok. És ebben a videóban egy középkategóriás, viszonylag olcsó gamer kompigot állítottam nektek össze. Gépház Acryl V3X 8000 forintért megkapható CPU, vagyis processzor, FX 8300, 8 magas, 3,3 GHz AMD, DDR3-as memóriát támogat, ez 35000 forintig meg tudjuk vásárolni boltokban online. Alaplap Azerok 970 Pro 3, a maximum memória 64 GB DDR3, memória foglalatok száma 4, 6 darab USB 2.0 és 2 darab USB 3.0-as USB kimenet, természetesen AM3 pluszos alaprakról beszélünk. Egyes helyeken akár 30.000 forintot is elkérhetnek érte, de online 20-25.000 forintért garanciával megkaphatjuk. Memória Corsair 2x4 GB DDR3 1600 MHz, 20-tól 24.000 forintig meg tudjuk vásárolni, például a PCX-en is láttam 30.000 forintért, de jobb lesz, hogyha inkább árukeresőben vagy árgépen megnézzük. SSD a gamer config miatt, AMD Radeon R3 120 GB-os meghajtó 18.000 forint, HDD Seagate 1 TB-os SATA 3-as 64 MB-os HDD merevlemez 14.000 forintért PCX webáruházba megkaphatjuk. Táp Zalman 500 watt ZM500 kiesi. Ez egy nagyon jó minőségű táp, tudom ajánlani. 14-13.000 forintért meg tudjuk vásárolni, általában online. Gigabyte GeForce GTX 750 OC 2 GB-os videókártya. 35-40.000 forintért meg tudjuk vásárolni. Így összesen 160.000 forintra jöttünk ki. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, dobj egy lájkot, kommentelj. Az i betűre kattintva van egy szavazás, hogy milyen gamer config legyen a következő, amit bemutatok nektek. AMD, Intel, illetve lesz még, hogy közép, felső vagy alsó kategóriás gamer PC-t rakjuk nektek össze. Köszönöm szépen a figyelmet, én Ulmiaking voltam, találkozunk a legközelebbi videóban, addig is sziasztok!